Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és a kezemben láthatjátok a Nokia 5-öt, ami szerény véleményem szerint a Nokia 6-nak a kis testvérének is nevezhető, hiszen dizájnban hasonló, illetve specifikációban sem különbözik annyira a nagy testvértől. Ez egy viszonylag kompaktabb méretű készülék, és ezért én jobban is preferálom ezt a mobilt, mint a Nokia 6-ot, de természetesen az is egy kiváló készülék, nem erről van szó, de ez jobban elfér a kézben, és szerintem kényelmesebb. 5,2 incses HD felbontású IPS panelről beszélhetünk, és ha felemelem a fényerőt, akkor láthatjátok, hogy kiég a kép, ami azt jelenti, hogy igazából napfényben nagyon-nagyon jól lehet majd látni a készülék kijelzőjét, illetve hogyha teljesen leveszem, akkor sötétben például ágyból nézve sem égetjük ki a retinánkat, úgyhogy ez megint csak egy nagyon jó dolog, és ezt a Nokia külön ki is emelte, hogy a fényerő az kiváló a Nokia készülékeknél. Ha ismeritek a felületet, ha valahonnan rémlik, ugye Google Pixelből, akkor tudhatjátok, hogy a Nokia készülékeken a legújabb Android 7.1.1-es Nougat verzió fut, és a Nokia ígérete szerint minden hónapban meg fogja kapni a készülék a szokásos havi Google-ös biztonsági frissítéseket. Most ez egy nagyon-nagyon jó ígéret, reméljük, hogy tartani is tudják magukat ehhez, mivel viszonylag kicsi a portfólió, jelenleg 3 androidos mobiljuk van, így hát ez szerintem nem lesz nehéz tartani, úgyhogy szoftveres támogatottságot tekintve a Nokia az egy jó választás lesz, ez szinte biztos. Specifikációit tekintve van benne egy Snapdragon 430-as chipset, ami egy 8 magos 1,3 GHz-en működő processzor, ugyanez van a Nokia 6-ban is, viszont itt már csak 2 GB RAM memória található benne, valamint 16 GB belső tárhely, amiből jelen esetben 8,21 GB szabadon felhasználható. Ez nyilván azt jelenti, hogy most rajta vannak különböző programok, amik ugye foglalják a helyet, de szerintem olyan nagyjából 9-10 GB az, ami ténylegesen szabadon felhasználható az eszközben. A kijelző alatt megtaláljuk a kapacitív home gombot, ami egyben új lenyomatszenzor is, tehát ez nem egy fizikai gomb, nem tudom megnyomni, viszont rezgéssel ad visszajelzést, erről tudom, hogy meg is nyomtam is, ugye már új lenyomatszenzor, és van egy visszagombunk, valamint egy alkalmazás választó. A kijelző fölött megtaláljuk a 8 megapixeles előlapi kamerát, a beszédhangszórót és a fényérzékelő közelségérzékelő szenzort, valamint egy szolid kis Nokia logót. A jobb oldalon van a bekapcsoló gomb, illetve a hangerőszabályzó duó, alul megtaláljuk a microSB-t, illetve a hangszórórácsot, és természetesen a mikrofont, a bal oldalon pedig van egy dedikált SIM-kártya, illetve microSD slotunk. A készülék tetején van 3,5 mm-es jack csatlakozó, viszont zajszűrő mikrofont azt itt nem látunk, de látunk, itt van a hátlapon. A hátlapi kamera az 13 megapixeles, illetve találunk egy kéttonosú LED villanót is, és szerintem maga az elrendezés egyébként teljesen stílusos és jól néz ki. Az akkumulátora 3000 mAh, ami egy 5,2 incses mobilhoz képest egészen jó, és viszonylag olcsó készülékről van szó, tényleg jó akkumulátorral bír. A készülék a Nokia szerint az év második negyedévében lesz elérhető többek között Magyarországon is, nagyjából 189 eurós áron. Nem tudjuk, hogy ez erre jönnek-e még a magyarországi adók, járulékok, de hogyha átváltjátok, akkor egy közelítő értéket megkapunk, és hát majd meglátjuk, hogy hivatalosan mennyiért lesz kapható hazánkban a készülék. Most nagyjából ennyit szerettem volna a Nokia 5-ről mesélni nektek, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Ha nem tetszett, nyugodtan nyomd a diszlájkot, ha pedig kérdésed van, tedd föl kommentben. Ez lett volna a Nokia 5, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!